Sziasztok, itt a Toy Tündér és a Bányarén produkció. Sziasztok! Kossuth bányát viszonylag kevesen ismerik, mivel a bezárása már jóval a rendszerváltás előtt 1983-ban lezajlott. Felső Csinger vasútállomás mellett épült ki a bánya, függőleges és lejtős aknákkal tárták fel. Az első függőleges akna, azaz az Icsi akna nyomait megtaláltuk a volt Felső Csingeri bányászkolónia melletti erdőben. Az akna 45 méter mély volt, 1877-ben mélyítették. Itt van egy kis érdekesség, ez a földből kijövő, aztán földbe visszamenő vízcső. Nem tudom, mi lehetett, fogalmam sincsen. Ott egy helyen be lehet kukkantani az épületbe. Ott, ha megnézitek, van két egymáshoz képest aszimmetrikusan elhelyezkedő ablak. Ott jött ki a két sodrony, amelyik húzkodta a kasokat. És itt fölöttünk ment át a két drótkötél, egészen az aknatoronyig, amelyik egész pontosan itt állt, ahol van ez a kis beton, fedlap. Itt pedig a felirat, hogy Kossuth beszálló akna 1962-től 1983-ig működött. Helyzet az, hogy nem mindent tömedékeltek ám itt le. Például itt most alattam egy nyitott vágat van, amelyik a jelenleg is működő Rózsa Kft. Az egyik raktáraként funkcionál. Itt látható, hogy megsüllyedt a tömedékelés a fedlap alatt, és egy kisebb üreg alakult ki, ahova úgy be lehet látni. Hát mára mennyire. Ide erre a márványlapra az van írva, hogy beszálló akna. Az azt jelenti, hogy itt teher közlekedés nem volt, tehát ugyan csilléket lehetett itt tologatni, de elsősorban személylejáróként volt használva. Egy 1980-as fotón lehet látni ezt az aknát még eredeti állapotában. Akkor ott még az aknatorony is látszik, és az érdekes, hogy ez, amit én újnak hittem, ez már akkor is megvolt, mert látszik a fényképen. Ha elnéztek arra felé, ott van a régi szénbunker, alatta pedig töltötték a csilléket, aztán arra jobbra ment fölfelé az erdőbe a csillepálya, ment át az erőművi osztályzóhoz. A vasútállomás felett völgyhidak és szalakhid vezetett a lejtősaknák és a kötélpálya feladó állomás között. Itt a jégre nem nagyon merek rámenni, de megkerülöm ezt az épületet másik irányból. Be tudok nézni az épületbe, legalábbis a kamera be tud nézni. Tehát ez itt Kossuth akna gépháza volt, egy helyről volt bejárat méghozzá innen. Ott jöttek ki az acélsodronyok. Most megyünk be a régi függőleges aknához.
Nézzük a festést az oldalán. Igen. Lehet, hogy az követte a lépcsőnek a vonalát, látod? Valószínű, igen. Ide jobbról balra. A kábelek is itt vannak, ide néz. Az a vezérlész. Ott a vezérlész, igen. Akkor ez csak ilyen egykaszos mutatvány lehet? Nem. Nézed meg, mert itt volt az elválasztó, és onnantól jó volt a másik. Nehéz elképzelni, hogy valamikor itt két hatalmas völgyhíd is ment át, a bányabejárattól egészen föl a szénfeladó állomásig. Kevés még megfigyelhető ezekből a viadukt maradványokból. Talán ez is az volt, ez a kis fal itt. Megközelítem egy kicsit jobban. És talán az a beton tömb is, ami ott van a rakodó tetején. Ott megfigyelhetünk egy ilyen kis lőállást, ott meg egy tavi tündért, és ott pedig egy nagyon-nagyon régóta ott veszteglő vagont. Itt volt a Kisvasúti híd egyik pilonja, itt középen egy másik tartó, itt pedig a túlsó oldali vége. Végigjárjuk a robbanó anyagtárolót. Egy fülke, két fülke. Itt egy kis zárt tároló. Elég szűk ez a kis tároló. Konkrétan le van hajtva a fejem, hogy elférjek. És itt a vége, az már a kijárat. És itt a rengeteg szúnyog. Akik most nem tudnak megcsipni, mert hogy zárt ruházatban vagyok.